Parázs az elemiből terhes. Micsoda fordulat! A leendő apa Wade sokkot kapott. Hú, minden mai vizsgálat megtörtént. Itt az idő egy csésze teára. Ah, boldogság! Ó, ne! Miféle lény ez? Szent Prométeusz, csak segíts nekem ezzel a tűzbabával! Nem vagyok szolgálatban, elnézést! Várj, doktor, segítség! Te vagy az egyetlen reményünk! Oh-oh, rendben, egy pillanat! Tudod, jobban fogom érezni magam így beöltözve. Azt hiszem, ezt határozottan megértem. Végre! Rendben, lélegezz! Lélegezz mélyebben! Hú, hoppá, füstös! Az extra biztonsági intézkedések nem ártanak. Lélegezz tovább, mindjárt szülsz! Most? Kis tűz, gyereki! Jaj, ne! Szent Poseidon! Pszt, kérsz egy kis vizet? Hadd töltsek neked egy kicsit. Tessék, jobb lesz tőle. Igen. Így áll, mielőtt gőzzé válik. A víz egy másodperc alatt elpárolgott. Egy csepp sem maradt. Gratulálok, öngyújtója született, aranyos a kicsi. Mi? A tegényeidet örökölte, drágám. Még mindig lapos a hasam, csak egy rémálom volt. Kiszik rá, mi a baj, jól vagy? Igen, csak egy buta álom. Jól vagyok. A kedvenced, csokolád és széndarabok. Voilà, bon appétit! Fantasztikus, olyan jó az illata. Nem tetszett neki? Annyira igyekeztem. Nem vagyok cukrász. Elrontottam a gyomromat. Ne sírj, drágám! Most megkóstolom őket. Milyen étvágygerjesztő? Látod? Tüzes, édes. Semmi baj. Ok nélkül sírtam. Igen. Ó, ne! Parázs hány ingere nem szűnik. Ne, elkaptam! Nagyon meleg! Jó híreim vannak. Ez két csík. Annyira boldog vagyok, Parázs. Én is az vagyok. Most több vitamint kell szednem. Jaj, utálom a sült almát, olyan undorító. A várandós anyukák maradjanak aktívak. Nézd csak ezt a sárga fitbolt, a tűz színe. Ó, és mit kell tennem? Olyan egyszerű, drágám. Megmutatok neked mindent. Megnéztem néhány gyakorlatot a mami tornán. Nagyon jó móka. Hi-há! Igen, kipróbálhatom? Persze, hisz a tiéd. Ugrálj! Csak ülj rá, fel és le, fel és le, igen. Ó, itt az uzsonna ideje, imádom a hotdogot. Olyan jó az illata. Rendben, hadd próbáljam meg, előre és hátra, minden nap ugrálok. Miért van éget gumiszag? Jaj, leestem. Kicsim, jól vagy, úgy tűnik elégetted a labdát. Parázs egy tüzes hölgy. Mit csináljak? Ó, van egy ötletem. Olyan ideges vagyok. Leülök. Jaj, hiányzik a feedból. Olyan pattogós volt. Együnk inkább. Nem kéne idegeskednem. Nem bizony. Nézd, mit találtam ki. Innovatív. Ó, megint túl sokáig tartott. Vegyünk inkább mazsolát, az friss. És folytatom az edzést. Ez a fólia nagyon zajos. Megőrjít. Ó, mit tegyek? Tudom. Drágám, várj egy kicsit! Próbáld ki ezeket a fejhallgatókat, rendben? Csodálatos! Tökéletes! Parázs elégedett Wade támogatásával. Légző gyakorlatok az oxigén telítettség érdekében. Teljesen igazad van. Végre falatozhatok. Egy kolbász. A hotdog megfagyott. Még egy jégcsap is melegebb. Mínusz hőmérsékletet mutat. Várjunk! Mi lenne, ha? Pontosan, grillezett kolbász. Jó, pont a megfelelő hőmérséklet, finom. Olyan hatalmas a hasa. Mi van, ha? Azonnal jövök. Parázs, van egy zseniális ötletem. Kérsz egy kis pattogatott kukoricás? Szerinted működni fog? Komoly kétségeim vannak.
Nem vagyok serpenyő. Az ötlet teli találat. Kiváló minőségű popcorn. Remek üzleti terv. Gyerünk! És Wade már is cselekszik. Úgy döntött, hogy pénzt keres az első gyermekük születése előtt. Az első vásárlóink, 4 hotdogot kérek. Remek választás, csak egy pillanat. Drágám, ezt nem tudjuk megtenni a tüzes leheleted nélkül. És még egyet kérlek, jól csinálod. Mindenki akar tőle valamit. Van, aki csak felmelegedni. Igen! Hú, popcorn party! Félelmetes! Wade komolyan veszi az apaságot. Készen állok a vizsgára. Hú! Cseréld ki gyorsan a pelenkát, az időzítő bekapcsolva. Nagyon ideges, de úgy tűnik jól kezeli. Egyáltalán nem remeg a keze. Még csak nem is keverte össze az elől és a hátul kifejezést. Kész! Nézd át a feladatot! Kiváló munka! Úgy tűnik sokat gyakoroltál. A leendőapa tökéletesre csiszolta a pelenka cserélő képességeit. Egyik plüss állat sem maradt mesztelenül. Majom, Dóra a felfedező, Kurumi, Lembi. Rendben, apa, most egy bónusz feladat. Mi van, ha a tartalom forró? Hogyan fogod kezelni? Kigondolok valamit. Ketyeg az óra. Spidey, ideje pelenkát cserélni. Édesem, állj félre. Eloltom ezt a lángot. Az évapja. Mindjárt jövök. Olyan habos ez a hab. Durva. Kis ágy a kicsinek. Tadá! Most komolyan mondott, szerelmem? Nézd, a gyermekünk mindig meleg lesz a parázson. Mi? Szén? Azt akarod, hogy a babánk egy grillsütőben aludjon? Ezért porrá égetlek. Természetesen vicc volt, édesem. Nem valószínű, hogy jó kis ágy lenne. Ülj le, és vegyél egy mély levegőt. Így, kényelmes. Igen, fáradtak a lábaim. Ezt megúsztam. Miből csináljunk kis ágyat? Gondolkodj, igen! Wade leendő apa nagyon komolyan veszi a feladatot. A legjobb kis ágyat akarja elkészíteni a babának. Jaj, drágám, azt hiszem összegabajodtam. Ki kiabál, hadd aludjak. Katasztrófa. A csúnya füzér egyetlen lépést sem enged. Jól kipihentem magam. Mi ez a csoda? Hűha! Parázs, tetszik? Wade nagyon szépet készített. Hihetetlenül kreatív. Tökéletes hely a kicsinek aludni. Most már csak a szimbólumról kell döntenünk, a vízeleme vagy a tűzeleme. Mit mondasz? Komoly kérdés, de mit felejtettünk el? Gender party! Kérjük az elemi szellemek segítségét. Soha nem hagylak cserben. Tarts szemmel a kezemet. Tűz! Én ezt nem tudom megcsinálni, de ismerem a fizikát. Csak vissza kell tükröznünk a sugarat. Megvan! Mi a következő lépés? Parancsolj! Könnyű, megolvadt viaszt csepegtetünk erre a lapra. És hamarosan megtudjuk a baba nemét. Gyönyörű rajz! Mit jelenthet? Nézzük meg ultrahanggal! Remek ötlet! Az orvoslátogatás észszerű ötlet. Minek találgatni gyertyaviasszal? Olyan meleg van itt! Ne aggódj, kedves! Az a szag! Parázs megint nem tud uralkodni a szikráin. Megjavítjuk! Elnézést! Hoppá! Ez szörnyű! Hagyd abba! Milyen kínos! Először tűz, most árvíz! Elegem van! Elnézést az esetért! Ki a következő? Te, farsangi elmezben, gyere be! Ideges vagyok! Hamarosan a leendő szülők megtudják a baba nemét. Kérem, feküdjön a vizsgálóasztalra! Remélem nem fog fájni, doktor. Mi? Ez valami vicc? Csak aggódom! Mikor kezdjük? Mindent összekevertem! Nos, elé fordul! Parázs, letettem egy fóliát. Micsoda figurák. Segítsek lefeküdni? Kényelmes? Igen, eléggé. Ez az ultrahanggép. Doktor, jobb, ha kesztyűt visel. Miféle hülyeség? Csak bízzon bennem, doki. Rendben, menjünk.
Nyugi, anya. Az én szikrám. Ez mit jelent? Úgy tűnik, ikreik vannak. Gratulálok, két baba. Jaj, mi történt vele? Én vagyok a legboldogabb szülő a világon. Azt hiszem én is. 10 év múlva. Lepen. Mire készül a kis Wade és Parázs? Elég volt. Mondd, mi folyik itt? Kérdezd meg őt! Minden a te hibád. Régebben jól kijöttetek. Ó, ne! Az apróházat elpusztították. Borzasztó! A gyerekek jól szórakoztak ott, emlékszel? Ne légy szomorú, Wade. Mi magunk építettük. Szóval tudunk még egyet. Helyes. Aha. Egy másodperc. Hú, köszönöm, hogy segítettél. És te? Tessék, hagyjátok abba a veszekedést. Apropó, ideje iskolába indulni. Jó. Figyelj oda, matematika órán, kicsém. Legyen szép napod. Kezdjük el. Van egy tervem az új házhoz. Mit mondasz? Keményen kell dolgoznunk, de megéri. Hát, kár volt rád bízni a papírokat. Hoppá, nem akartam. Elegem van a tüzességedből, de az építés nem várhat. Kövess, partnerem, díszítsük fel ezt az unalmas falat. Nézd, mire vagyok képes. Lenyűgöző. Menő design. Mutatok valamit. Készen állsz egy remek műre? Jól vagy? Voilà. Azt a pacsit. Jaj, az ujjaim. Nem érdekel. Megcsinálom a ház alapját. Szép eszköz. Segíts rögzíteni ezeket csavarokkal. Javában folyik a munka. Vedd fel őket, könnyebb lesz. Remek. Szeretek építeni. Ó, új anyagok. Menjünk dolgozni. Jövök. A házunknak szüksége van keretre. Nézd, édesem, megérkezett a segítség. Helyére teszem a deszkákat. Kész. Nézd meg, Wade. Nincs elég deszkánk. Várj! Elbuktunk. Most boldog vagy? A projekt folytatódik. Tegyük megbízhatóbbá a szerkezetet. És az utolsó... Jaj, ne! Innen fejezzük be a házat. Azt hiszem, tudom, mi segíthet nekünk. Rendeljük meg online. Adsz pénzt? Megnézem a zsebemben. Hol vagy, ropogós dollár? Csak egy zöld fickó maradt a titkos rejtek helyemen. De ennyi biztosan nem elég. Bal szerencse, de van egy ötletem. Siess vissza gyorsan, addig én tartok egy kis megérdemelt szünetet. Az üzletem lehetővé teszi, hogy legyen pénzünk építőanyagra. Mikor jönnek már a vásárlók? Senkinek nincs szüksége szélre vagy gyufára, esetleg tűzijátékra egy partin. Na, hol vannak már? Lassan kezd elfogyni a türelmem. A robbanásig veszélyes természetemmel nem szabad packázni. Elengedem a negatív érzelmeket. A kupacba! Sziasztok! Nyomjatok egy lájkot, hogy eladhassak valamit, és fantasztikus, köszönöm! Jaj, ne csilingelj! Parázs! Igen? Elképesztően nézel ki! Mi újság, Claude? Veszel egy kis szént? Oda vagyok, érted? Fogadd el ezt a szerény ajándékot! Nem kellett volna, de tiszta szívemből adtam! Az elemek harcban állnak. Viharos figyelmeztetést küldök ennek a szélhámosnak! Hiányzott a macsó, drágám. Miért mosolyogsz? A szeretet egyszerű jele. Hoppá, bajban vagyok, segítség! Tűnés! Ne ilyen durván! Ciao, szerelmem, bingo! Hűha, a probléma megoldva, nem kell megköszönni. Értem. Nem fogsz megszabadulni tőlem, gyönyörűm, az enyém leszel! Hagyd rám a famunkát! Ideje befejezni a keretet. Kell egy segítőkész? Nem, nem. Azt hiszem, igazad van. Hú, kimerült vagyok. Benedvesítem a torkomat. Újra formában.
Gyönyörű mosolya van. Ellentétben a csúnya véddel. Trulala! Szeretnéd látni, hogy dolgozom? Bum! Hamarosan lesznek falai a házunknak. Ne tegye tönkre a hőség. Igen, főnök. Van egy gonosz tervem. Gyere ide, hoppá, valakinek meglepetésben lesz része. Véd, csináld! A boltívek készen állnak. Ez fájt. Pihenek egy kicsit. És azt hiszem, meg kell melegednem egy kicsit. A pattogó tűz hangjai olyan megnyugtatóak. Ez a tiszta boldogság. Mindenkinek pihennie kell. Ki van ott? Mutasd meg magad, bandita! Tadá! Te? Hoztam egy titkos fegyvert! Segíts kijutni, kérlek! Jól sikerült! Felfrissítem a bokromat. Már nem olyan félelmetes, Mr. Szivacsfej. A cipőm ragyogni fog, mint a gyémánt. Kivel legyen parázs? Ezzel a vízfejűvel vagy velem? Írjátok meg! Viszlát, haver! Lát hangját hallom? Ne mozdulj! Mit csináltál? Leszoktatom az ilyen huncutságokról. Te akartad? Ez katasztrófa! Ég a hátsóm! Ez tiszta szégyen! Aljas! De hogyan tudnám visszahozni Védet? Nagyon remélem, hogy a vödör trükk beválik. Vártál, édes? Ó, köszönöm, így már jobb. Köszönöm a segítséget. Kifessük a házat? Örömmel! A gyerekek imádni fogják az élénk színeket. Egy kis zene felvidít minket. Gyerünk! Jaj! Ez az árnyalat pompás. Az enyém is. Együtt szórakoztatóbb. Valóban. Szia! Ó, klassz zene, tetszik! A bosszú közeleg! Az utolsó simítások. A ház átalakult. Igazi dekorcsata. Hűha! Ne hagyjatok cserben robbantó! Banzáj! Beteg vagy! Rajtad a sor. Van egy ötletem. Ide tegyünk egy kis tüzet. Ó, wow. Fantasztikus! Csak nézd, parázs! Túlszárnyaltuk önmagunkat. Egy csomó aranyos kis részletet készítettünk. Az építkezést befejeztük, megnézem a belsejét. Én feldíszítem még a bejáratot. A növények kellemesebbé teszik. Ez jó lesz? Mi van ezzel? Felmelegít! Nem mozdul. Na mindegy. Te is jó leszel. Parhás megérintett, soha nem mosom le ott. Elbűvölő. A megtisztelő helyed. Mini medence. Jó gondolat. Csak meg kell töltenünk vízzel. Imádni való, nem? Ez találékony. Kész. Valami van ott. Megyek, megnézem, ne aggódj! Ó, meg kell öntöznöm. Kész. Hol tartottunk? Olyan dús a hajam. A veszély elmúlt. Jöhetnek ezek? Színes takarókat terítsünk a padlóra. Képzeld el, milyen puha és kényelmes lesz itt. Ó, a mennyezettel még dolgoznunk kell. Gyorsan tűzzünk össze valamit. Természetesen. Mit szólnál egy sejmes anyaghoz? A falak kárpitozása is remek ötlet volt. A többit függönynek használhatjuk. Csináljuk. Meg vagyunk a belsővel. Ideje játszani. A tervezők összecsapása? Miért ne? Add fel, enyém a győzelem. Álmaidban. Olyan makacs. Ó, ez hasznos. Az ablakok már biztonságban vannak. Tegyük fényűzővé a kis házunkat. És ezek? Parázs pillangókat csinál a gyomromba. Magamra akarom vonni a figyelmét. Látod a célpontot? Akkor tudod, mit kell tenned. A földelem ismer trükköket. Vigyázz, szikra! Jaj! A legjobb helyre érkeztél. Kapok egy puszikát.
Szállj le rólam! Undorító vagy! Ments meg, Wade! Elfogyott a türelmem. Hagyd békén! Hello, víz! Nesze! Ez minden, amire képes vagy. Hoppá, csak vicceltem. Készülj a legrosszabbra, vicces. Kérlek ne, szent anyám, befejeztem. Szegény kicsi klád. Minden olyan hatalmas, fűvé változtam. Juhé! Ésöm, lenyűgöző. Na hát. Nincs több udvarló. Ó, gyerekek, üdvözlünk az új apróházunkban. Majdnem elfelejtettünk egy fontos részletet. Igaz, pótolom. Ez világít. Élvezzétek. Minden napot itt fogok tölteni. Pont ilyenről álmodtam. A szülők kitettek magukért. Lefogadom, hogy nem tudsz elkapni. Turbosebesség. Kis gazemberek. Hapci! Furcsa allergiám van. Oké, egy kis szórakozás. Rendben, játszunk. Mit kap a győztes? Nagyon pörög. Úgy tűnik, Viki annyira szeretne nyerni, hogy újra csalást követel. Mi? Két egyes? Ez aljas volt, de nagyon igyekeztem. Túlvállaltad. Jó volt, nővérkém, nyerni fogunk. Igen. Víz, nyugodj meg! Elrontod a sminkemet! Ezt a gúnyolódásotokért és a csalásotokért! Azt kaptátok, amit megérdemeltetek! A hajam már tisztára vizes! Nem kellett volna megbántanod minket! Tudod mit? Játsz egyedül! Mi indulunk! Hajrá! Jól fogunk szórakozni nélkületek! Gyere, ne idegeskedj, Víz! Hadd mutassak neked egy titkot! Tetszeni fog! De ne szólj egy szót sem a tűznek, sem a levegőnek! Most mindent látni fogsz. Nézd, ez az én ágy alatti titkos szobám. Hűha, úgy néz ki, mint egy igazi kastély. Csak légy óvatos, kicsit megnőttek a liányaim, hadd segítsek. Itt bőven van hely, tehát neked is van egy kis helyünk. Szerintem kezdjük el berendezni a szobánkat. Igazad van, tegyük szépé. Valójában nem tudom, mit csináljunk. Van egy ötletem a padlóra. Gyönyörű pázsitot növesztünk itt. Csak egy kis földre, magokra és egy kis vízre van szükségünk tőled, természetesen. Dehogy, még nem állok készen rá. Oho, kiveszített mostanában. Hm? Ez Viki hibája. Igen, ez így van. Ne hagyd abba. Jó, ez éppen elég. Most jól öntözzük meg a talajt. Kész! Jacqueline, nézd a gyönyörű zöld fűszőnyegünket! Wow. Ideje elkezdeni a díszítést! Rendben, mi lenne, ha megpróbálnánk elviselni a lányokat és folytatnánk a játékot? De hol vannak? Ez furcsa, hová mehettek? Nem láttam, hogy elhagyták volna a szobát. Szóval itt kell lenniük valahol. De hol? Sőt, többször is meg akartam verni őket. Nincsenek itt. Ez nem a föld. Nos, nem, ez csak egy virág. Megtaláljuk őket. Még nem néztük itt. Nem, itt sincs senki. Hát, igen. Kezdek ideges lenni. Ez már nem vicces. Ne, oszd el a belső tüzet. Oké, nyugalom. Plusz stílus. Kutassuk át a szoba másik részét. Úgy tűnik, a föld és a víz keresése igazi küldetéssé változott. Vajon a tűz és a levegő megtalálja a barátnőit? Fogalmam sincs, hol lehetnek. Mi lehet a gardróbbal? Talán titkot rejt? Hűha, hová vezet ez a szakasz? Hé, siess, Viki! Mi legyünk az elsők, akik ezt megtudják. Gyönyörű. Annyira szeretem ezt az óceáni dekorációt. Én meg szeretem a virágaimat. Szép világítást is szeretnék. Csinálok egy tengeri stílusú füzért. Ez érdekes. Kész. Voilà. Most még hangulatosabb lett a szobám.
Én is szép fényeket akarok, de hogyan készítsem el őket? Nem nehéz. Segítek. Csak kell hozzá anyag. Anyag? Ez könnyű. Nézd, milyen csodálatos levelek. Oké, értem. Tehát rögzítjük őket az égőkhöz, és most a tündéri fényfüzéret készen is van. Hihetetlen. Imádnivaló. Hát, tökéletes. Köszönöm, víz. Csak arra gondoltam, hogy jó, ha kidekoráljuk a szobát. De gondolnunk kell magunkra is, nem? Szóval van egy ötletem. Készítek magamnak ékszert. Igazad van. Mi lehet szebb a növényeknél? Számomra a víz gyönyörű bármilyen állapotban. Szerintem nagyon pompásan néz ki. Egyetértek. Remek ötlet, drágám. Itt az ideje, hogy megnézzük a kedvenc okitoki videóinkat. Egyszerűen imádom őket. Na hát, ez a szekrény hatalmas. Itt valami különleges van. Tűz, nézd, azt hiszem találtam valamit. Nem hiszek a szememnek. Ez egy titkos szoba. És kifejezetten az elemeinkhez készült. És már van is egy ötletem. Kezdem azzal, hogy kivilágítom a helyemet, és tündéri fényeket készítek az én légies stílusomban. Tulajdonképpen én is meg tudom csinálni. Jaj, hadd segítsek! Köszönöm! Nincs mit. Ez a közös biztonságunkat szolgálja. Igen, most már csak a lámpákat kell rögzíteni. Nos, mit gondolsz? Köszönöm. Csodálatosan néz ki. Ó, de jó. A háttérvilágításom is a helyén van. A világítással igazi otthonnak tűnik a szobánk. Annyi tüzes ötletem van. Viki, láttad a pufomat? Nézd, milyen szép. Van benne parázs. És hogyan fogsz ráülni? Nem tetszik. Mi a baj? Nem érted. És nyugi, neked nem kell ráülnöd. Akkor jó. Olyan arrogáns vagy, Viki. Akár csak te. Ez a két elem meglehetősen indulatos. Nos, elkészült a vadonatúj manikűröm. Nagyon stílusosnak tűnik. A színe pedig olyan gazdag. Egyszerűen imádnivaló. Csak nekem tűnik úgy, hogy valami hiányzik. Adj egy percet. Tessék, vedd ezt el, a tiéd. Hűha, köszönöm, Jacqueline. Ez olyan szép, imádom. Szívesen. És ez az enyém. Most az ujjaink tökéletesek. És igen, soha nincs túl sok kagyló a belső térben. Itt volt valahol a kozmetikai táskám. Látom. Hello, gyere ide, szükségem lesz rád. Szuper, minden itt van. Most van egy kis dolgunk. Remélem, Vikinek tetszeni fog az ajándékom. Ó, Viki, készítettem neked valamit. Tessék, vedd el, és ne veszekedjünk többé semmén. Milyen kedves tőled, nagyon tetszik, köszönöm. Hoztam nekünk valamit. Erre gondolsz? Igen, válasz ki azt, amelyik tetszik. Tűzvöröse természetesen. Ez megfelel neked. Persze, ez a kedvenc színem. Kihozza a tüzes természetedet, de én egy ezüstöt választottam, imádom. A vörös lakkozású manikűr a legjobb. Na, jó. Annyira belefáradtam a harcba, és hiányzik a föld és a víz. Nélkülük nem olyan az élet. Nyugodt természetükkel egyensúlyt hoztak a társaságunkba. Igen, az én hibám. Nem kellett volna csalnom. Ó, tényleg vége a barátságunknak? Bár csak tudnám, hová tűntek a lányok. Várj egy percet. Ezek a levelek határozottan a földhöz tartoznak, és az ágy alá vezetnek. Igen, van itt egy titkos átjáró. Ellenőriznem kellene. Mamma mia! Miért ijeszgetsz minket? Különben is mit keresel itt? És egyáltalán miért jöttél? Sziasztok, lányok! Nagyon örülök, hogy rátok találtam. Elnézést szeretnék kérni. Miattam veszekedtünk. Tisztességesen kellett volna játszanom, és nem lett volna szabad nevetnem rajtad. Rossz nélkületek, és most Vanessával veszekedtünk a manikűr miatt. Annyira szomorú az egész. Mi, sírni fogsz? Nem, ne, tarts ki, Jacqueline, ne sírj! Mindent eláztatsz ide bent. Lányok, megígérem, hogy többé nem csinálok ilyet. Megbocsátotok? Természetesen megbocsátunk. Jaj, köszi.
Most pedig keressük meg a tüzes Vanessát. Nagyon örülök, hogy végre kibékültünk. Lányok, mindjárt ott vagyunk. Üdvözöllek a titkos szobánkban. Ó, annyira izgatott vagyok. Remélem, minden rendben lesz. Nos, miért veszekedtünk mindannyian? Régen nagyon jó volt. A legjobb barátaim, a lelkes nővéreim nagyon hiányoznak. Ó, tényleg ők? Vanessa, ne légy ideges. Semmi sem rombolhatja le a barátságunkat. Ezt azért hoztam, hogy felvidítsalak. Köszönöm. Így áll egy kis vizet. Tehát ne sírj, kössünk békét. Igen, Vanessa, minden harcunk miattam kezdődött. Kérlek, bocsáss meg nekem. Hát, hogy ne bocsátanék meg neked? Végre újra együtt vagyunk. Gyerünk, mutassátok meg a körmeiteket. Egyszerűen varázslatosan néznek ki. Hoppá! Ó, nem akartam, szörnyen érzem magam. Várj, van egy ötletem. Hú, mit csinál? Ez az! Elkészült a levegő koronája. Próbáld fel! Ezt nekem! Köszi! Vanessa, te egy igazi varázslónő vagy. Készítesz nekünk is koronát? Kedvenc kagylóim, ez elképesztő. És most egy új fotó emlékbe. Mondd, hogy elemek! Nos, játszunk! Én vagyok az első, aki gurít. Mi a baj? Tulajdonképpen nem akarunk játszani. Na jó, most az egyszer. Gyerünk, ígérem, ezúttal nem fogok csalni.